Dr. Hidvégi Tiborral beszélgetek a Hippokrátész diabetológiai hétvége keretében. Hidvégi doktor a Petszaladár megyei kórház diabetológiai osztályának osztályvezető főorvosa és a Magyar Diabétesz Társaság főtitkára. A témánk a cukorbetegekkel kapcsolatos nem együttműködés. Ugye azért hangsúlyozom a nem együttműködés, mert ha együttműködnének a betegek, akkor nem lennének olyan komoly problémák a kezelések során, mint amilyenek adódnak, hiszen tudjuk, hogy aki diabéteses lesz, az egy egész életre szóló programot kap ezzel együtt, tehát nem csak megkapja a betegséget, és nincs rá csodagyógyszer, mint kiderült ugye számos előadásból, bizony-bizony nagyon nehéz időnként beállítani, és ehhez feltétlenül szükség van arra, hogy a beteg együttműködjön az orvossal. Miért nem működnek együtt az orvossal? Mielőtt a kérdésre válaszolnék, néhány fogalmat kellene tisztázni. Az első fogalom a compliance. Ez egy régebbi fogalom, és azt jelentette, ahogy ön is mondta, hogy a beteg mennyire működik együtt a gondozó csoporttal, a kezelő orvossal, mennyire tartja be az orvos utasításait. Ez azt is jelenti ez a fogalom, hogy egy régi klasszikus orvos-beteg, szülő-gyerek viszonyt tükröz, tehát a beteg elfogadja, szót fogad az orvos utasításainak, elfogadja azokat, és automatikusan, mint egy GPS-en teljesíti. Ehelyett a compliance fogalom helyett ma már a terápiás adherenciát, vagy terápia hűséget használjuk inkább. Ez azt jelenti, hogy a beteg elfogadja az orvos utasításait, együttműködik, de ez a folyamat, ez a saját elhatározásán múlik. Tehát rajta áll, hogy ő mennyire működik együtt, jelzi egyben azt is, hogy a beteg együttműködése nélkül nincsen terápiás siker. Aztán van egy másik fogalom, ami inkább az Egyesült Királyságban terjedt el, ez a concordance. Ez azt jelenti, hogy egy tökéletes harmónia van a kezelőcsoport és a beteg között. Érti a beteg, hogy miért kell ezt vagy azt tennie, hogy miért kell betartani az orvos utasításait, miért kell az életmódján változtatni, és ez egy folyamatot jelez a diagnózis felállításától egészen a kezelés végéig. Természetesen nem csak diabétesben, hanem más krónikus betegség esetén is gondot jelent az, hogy a betegek nem fogadják el, vagy tökéletesen nem követik az orvos utasításait. Ennek számos oka van. Többek között az első az, hogy ez egy nagyon jelentős terhet jelent. Tehát az állandó gyógyszerszedés, az inzulinnak az időben történő beadása, a diéta tartása, a fizikai aktivitás, az életmódhoz illesztett kezelés mind-mind terhet ró a betegre, és mondjuk meg őszintén, hogy ezeket a terheket különbözőképpen viselik a betegek. Én ezt megértem, elfogadom, és nagyon-nagyon sokszor látjuk is a gondozás során, hogy egy folyamatos motiváció, egy folyamatos együttműködés kell a beteg és a gondozó csoport között a terápiás siker érdekében. Általában mire hivatkoznak? Tehát mi az az a legfőbb ok, amiért, amikor visszamennek, azt mondják, hogy ez nem megy? Tehát, doktor úr, én ezt nem tudom. Hagy mondjak egy személyes példát. A Steno Diabetes Center Dániában van, diabetes kutatással foglalkozik, és ott voltam egy 4 napos továbbképzésen. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, és közölték, hogy mi egyes típusú diabéteses vagyunk a mai naptól. Mérni kell a vércukor értékeinket naponta 4-szer, desztillált vízzel injekciót kellett adni az inzulin beadás imitálására, és amikor lementünk a terített asztalhoz, akkor dietetikus vigyázott ránk, és én, amikor nyúltam a második szelet kenyérére, akkor a dietetikus gyengéden megfogta a kezemet, hogy uram, ön túlsúllyal rendelkezik, tehát olyan sokat nem ehet. Mit mondjak, a 4. nap végén nagyon-nagyon terhes volt. Tehát azok a betegek, akik évtizedeken át, 20-30-40 éven át, 50 éven át az egyes típusú diabéteses beteg, nap mint nap ezt kell, hogy tegyék, nagyon sokszor belefáradnak. Sokszor szeretnék letenni a diabéteszt, erre természetesen nincsen mód. Tehát a gondozó csoportnak nagy-nagy empátiát kell tanúsítani, hogy elnyerje a beteg együttműködését. 2. típusú diabéteszben is ugyanez a helyzet, természetesen itt kevésbé az inzulin kezelés, hanem inkább az életmódi kezelés a döntő,
de itt is az együttműködés nagyon fontos. A nemzetközi vizsgálatok azt mutatták, hogy az együttműködés elnyerésének a legkönnyebb és legfontosabb eszköze a páciens oktatás. Tehát ha a beteg érti és érzi, és pontosan tudja, hogy mit miért kell tennie, és ezt nem egy orvosi utasításnak veszi, egy előírásnak, amit neki teljesítenie kell, hanem szót kell fogadnia, akkor az együttműködés jobban elnyerhető. Tehát ez konkrétan hogy történik? Leül beszélgetni az orvos a beteggel, elmondja a betegség következményeit, ha nem tartja be az utasításokat, illetve nem működik együtt a megfelelő módon. Elmondja azt, hogy ez bizony oda vezet, hogy megvakulhat, ez bizony oda vezet, hogy még esetleg a lábát is levághatják. Hiszen ezek azok a legborzasztóbb következményei a diabétesznek, vagy pedig azért finomabban, árnyaltabban, de azért a veszélyekre fölhívja a figyelmet. Minden igaz, amit említett. Természetesen a legkevésbé azzal kezdjük, hogy ön megvakulhat, meg levágják a lábát, vagy egyéb dolgot kell a betegnek fenyegetésképpen mondani, különben sem szerencsés és sikeres, hogyha a beteg azzal kezdi. A betegség karrier különböző stádiumában másképp kell a beteggel foglalkozni. Tehát akkor, amikor közöljük a betegség diagnózisát, akkor az természetesen egy hideg zuhanyként éri, egy nagyon-nagyon lázadó, ugyanakkor kétségbe esett állapotban van. Ilyenkor a beteg oktatás számára szinte elérhetetlen. Tehát akkor, amikor valaki kétségbe esve veszi tudomásul, hogy az egész élete megváltozott, akkor kevésbé sikeres az, hogy elkezdjük magyarázni, hogy kérem szépen az ön diabéteszének a korélettani háttere az, hogy a hasnyálmirigy inzulin termelése csökkent, biztos, hogy nem érti, biztos, hogy nem érzi, és nem is alkalmas erre. Nagyon helyes ilyenkor, ha megkérdezzük a beteget, mit tud ön a diabéteszről. És akkor, amiket említett a beszélgetésben, hogy igen, a szomszédomnak levágták a lábát, megvakult, nem lehetett gyermeke, mert cukorbeteg volt. Igaz, hogy természetesen ez már régen, hiszen a mai cukorbetegség kezelése során az édesanyák ugyanolyan eséllyel indulnak a terhességben és sikeresen szülnek gyermekeket. Tehát azt kell a betegtől megkérdezni, hogy ön mit tud a diabéteszről. És nagyon-nagyon sokszor olyan téves gondolatok vagy téves tapasztalatokra derül fény, amelyek megváltoztathatják a gondozásnak a menetét. Tehát először ezeket kell tisztázni. És az első alkalommal inkább a nagyon alapvető feladatokra kell koncentrálni, diéta, életmód, vércukormérés. És a folyamatos gondozás során alakul ki aztán végül is az az orvos-beteg kapcsolat, amely oda vezet, hogy a beteg egyre inkább elfogadja az orvos utasításait, egyre inkább azonosul vele, és folyamatosan hallgatni, kérdezni kell a beteget. Szoktuk mondani, hogy azért van két fülünk, hogy figyeljünk a betegre, és csak egy szánk, hogy nem mi beszéljünk, mert a beteg apró rezdüléseiből sok információt tudunk nyerni. Amikor arról van szó, hogy valaki szeretne fogyni, ugye ez a fogyás ez egy borzasztó központi kérdése, főleg a kettes típusú diabétesznek. Nagyon sokan ezerszer futnak neki fogyókúrának, és ezerszer adják fel, és jön a jó-jó effektus, és visszahíz. Tehát valami borzasztó ez a fogyókúra dolog az ember életében. Na most, ha valakinél van egy ilyen rettenetesen szorító dolog, mert azért én azt érzem, hogy ez, ha valakivel közlik, hogy ő diabéteszes és túlsúlyos, akkor a legelső, amin tud változtatni önmaga, az a súlya. Tehát az, hogy igen, elkezd mozogni, igen, elkezd odafigyelni az étkezésre. De ez is nagyon sok esetben nem sikerül. Nem látják be a következményeit? Emberből van a diabéteszes is. Az életmódi kezelés nagyon sikeres tud lenni. Tehát életmódi kezeléssel a hemoglobin A1c 2%-kal csökkenthető. A gyógyszereink nagy része is körülbelül ennyit tud. Tehát a diabétesz kezelésének az alapja az életmódi kezelés. De tudjuk azt, hogy számtalan dolog működik ez ellen. Egyrészt a beteg napi programja egy fárasztó nap után nagyon nehéz
nekiállni, még sétálni, vagy gyalogolni, vagy tornászni. A táplálkozásunk is eléggé, talán nemhogy nem egészséges, eléggé egysíkú. Kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Általában fehér kenyeret szeretnek a betegek enni. A barna kenyér fogyasztás nálunk csak most kezd elterjedni. Tehát egy csomó olyan dolog van, amely egy kicsit ellene dolgozik. De az egészségipar az még nem annyira fejlett, mint az élelmiszeripar, különösen a kevésbé egészséges élelmiszerek előállítói, a gyors éttermek, és minden olyan ajánlat, amely egy kicsit csábító lehet, a diabéteses beteget is érinti. Itt is az együttműködés elsősorban egy team munkában képzelhető el, tehát be kell vonni a beteg családját, be kell vonni a környezetét, és be kell vonni a hasonló kórképekkel rendelkező, hasonló túlsúllyal rendelkező betegeket egy csoportba, és egymást segítve, egymást buzdítva jobb eredményt lehet elérni, mint a beteg egyedül. Tehát elmondhatjuk, hogy ha a beteg rájön arra, hogy az ő élete akkor lesz sokkal, de sokkal kellemesebb, hogyha saját maga változtat az életén, tehát saját maga megpróbál lefogyni, mozogni, odafigyelni az orvos utasításaira, hiszen a gyógyszert bevenni nem nagy ügy, hiszen azt bekapja a két másodperc, kész. Igen, szívesebben beveszik a beteget. Nincs ilyen, ugye nincs egy pirula, beveszem és kész, lefogytam, igen, és elmúlt a diabéteszem. Sajnos tényleg ez egy olyan betegség, ami egy egész életre kihat. Akkor elmondhatjuk-e azt, hogy vannak igen komoly sikertörténetek, akiket oda lehet állítani a többség elé, és megtörténik-e ilyen, hogy XY ilyen és ilyen cukorértékekkel indult, és most tessék megnézni. Igen, a mi rendelésünkön is ez gyakran előfordul. Be szoktam hívni a kétkedő vagy frissen felfedett diabéteses betegeket, és azt mondom, hogy ugye megtetszik engedni, hogy bemutassam az ön kezelési naplóját, bemutassam az ön vércukorértékét a beteg társaknak. Nagyon büszkék szoktak lenni az elért eredményre. És az egész beszélgetésnek talán az a lényege, amit ön az előbb említett, hogy a betegnek saját magának kell rájönnie, hogy ő lesz saját maga orvosa, de ez nem egy külső kényszer hatására létrejövő életmódi és életrendi változás, hanem ez belülről jön. Ahhoz, hogy idáig elérjünk, hosszú a folyamat. Hadd kérdezzem meg, hogy a saját praxisában, ha így a sikertelenséget összehasonlítjuk, akkor mit mondhatunk el, hogy hány százaléka a betegeknek sikertörténet, és melyik aki egyszerűen képtelenség velük mit kezdeni? Kérdés, hogy mi a siker? Hogy valaki 3 kilót fogyott, vagy 30 kilót. A 3 kilós fogyásnak ugyanúgy örülünk, mint a 30 kilósnak. A 100 méter megtett útnak, vagy életmódi változásnak ugyanúgy örülünk, mint a 10 kilométernek. Mondjuk a sikert vegyük annak, hogy ha valakinek jók a cukorértékei. Hát ez is egy olyan dolog, hogy mi az, hogy jó cukorérték. Minden relatív. Medicinában nagyon nehéz szabályokat, korlátokat állítani. Ma már pont a mai tudományos ülésen beszéltünk arról, hogy a hemoglobin A1C célérték, tehát az anyagcsere helyzet 3 hónapra vetített átlaga, az mennyire különbözik, mennyire egyéni célértékeket kell meghatározni. Más célértéke van egy fiatal, most felfedezett egyes típusú diabétesesnek, más célértéke van egy 80 éves idős embernek, akinél elsősorban nem a szénhidrát anyagcsere normalizálása a cél, hanem az életminőség javítása. Tehát én azt gondolom, hogy a siker az, hogyha valaki változik, fejlődik saját magához képest, életmódban, anyagcsere helyzetben, mindezt úgy éli meg, hogy ez az ő sikere, ő diadala, és ebben a gondozó csoport csak egy támogató, segítő, tutor szerepet játszik.